Nagyon sok szeretettel üdvözöljük a Koppány Televízió kedves nézőit a Lélek órája című műsorunk alkalmával, amikor ismét a beszélgető partnerem Mátyás Imre plébános úr, akit szintén nagyon sok szeretettel üdvözlök. Atya, köszönjük szépen, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm én is, és szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Emlékszel rá szerintem, és bízunk benne, hogy a kedves nézők is, hogy a múlt hónapban a hittel foglalkoztunk, és most is egy nagyon fontos dologgal fogunk foglalkozni, ami az ima lesz. Egy picit kezdjük a legelején, hogy mit is ért a kereszténység ima kifejezés alatt. Onnan tudjuk a legegyszerűbben megközelíteni az imádság gondolatát, hogy a kereszténység vallja, mint ahogy hát a Biblia zsidó-keresztény hagyomány alapján vallja azt, hogy van Isten. Amennyiben van Isten, akkor kell legyen egy másik világ, és kell legyen egy másik élet. Hogyha van Isten, akkor annak az Istennek valamilyen értelemben kapcsolata kell legyen velünk, és ez a kapcsolat, ez az imádságban valósul meg. A kereszténység úgy gondolja, hogy az imádság egy olyan emberi és természetes és természet fölötti cselekedet, ami Isten segítségével beteljesedik a mi szívünkben, vagyis érzékelhető módon, fogható módon belső érzékelésről beszélek, találkozunk a jó Istennel, vagyis a vele való találkozásban mi újból és újból megerősödünk. Szerintem biztos, és ebben szerintem nem fogsz rám cáfolni, hogy minden ember a maga módján imádkozik. De miben rejlik mégis a rendszeres imádkozásnak, imának az ereje? Hát nagyon fontos az imádságnál, azt kell mondanom, hogy úgy képzeljük el, kedves nézőknek azt tudom mondani, úgy képzeljük el az imádságot, mint a levegővételt. Na most a levegővétel, az kibejár ugye a levegő a szánkon keresztül a tüdőnkbe, de hogyha elfogy a levegő körülöttünk, akkor ezt érezzük rögtön. És ez nem a tüdőnknek a problémája, hanem körülöttünk nincs levegő. De van egy olyan probléma is a levegővételnél, hogyha valamilyen légúti problémánk van, és ennek következtében nem működik a levegővételünk. Nos, az imádságot valami hasonlóképpen kell elképzelnünk, hogyha elfogy a levegő, vagyis az Istennel való kapcsolatunk valamilyen értelemben megszűnőben van, az azt jelenti, hogy rögtön érzi a lélek, hogy valami nincs rendben. Vagy hogyha az illető személlyel van valami probléma, bármilyen természetű probléma, és megint csak a levegővétel képét használva az imádságában gyengül, akkor bizony megint érezhetővé válik az az ő életében. Tehát azt kell mondanunk, hogy egy a mindennapi életünk létezéséhez szorosan hozzátartozó dologról van szó, amikor az imádságról beszélünk. Most nem szeretnék mással példázódni, én most maximum egy picit megköveznek a kedves nézők is, esetlegesen te is, de észre szoktam magamon venni, hogy azért egyszer-egyszer egy fáradtabb nap után mondjuk elcsalom egy picit, vagy lerövidítem az imát, illetőleg nem tudok rá úgy fókuszálni és koncentrálni, mint amikor kipihentem vagyok. Mégis, te mit tanácsolsz ilyenkor, hogy hogyan lehet elmélyíteni az imára való koncentrációt? Mondok egy példát, tehát a kitartásról van szó, tehát itt valahol azt gondolom, ezt kell megtanulnunk. Az imádságot is valamilyen értelemben, az előbb már említettem, hogy természetes vetülete is van az imádságnak, ami emberi oldalunkról nézve, és van egy természet fölötti vetülete az Isten oldaláról nézve. Tehát példám a következő, ez egy megtörtént eset, ez egy szerzetessel történt, egy szerzetes házban, fiatal volt még, kezdő szerzetes, és az történt velük, hogy hát hosszú nap után őneki volt egy szokása, hogy mindig befejezve a napot, ő fölment a karzatra, a kórusra, és ott egy negyed órát, egy fél órát eltöltött csendes imában. Ezt naponta gyakorolta, most már talán egy-két éven keresztül, mert még fiatal kezdő szerzetes volt, és az történt, hogy egy nap, amikor egy fárasztó nap után nagyon-nagyon fáradt volt fizikai értelemben, mert ugye dolgoztak, végezték a napi feladataikat, reggeltől estig, és akkor úgy érezte, hogy na most hát jár nekem egy kis pihenés, egy kis enyhítés a megszokott programomba, könnyítsek rajta, tehát elmegyek szépen a szobámba, lefekszem és pihenek. És mégis egyfajta olyan érzés fogta el, hogy menj föl a kórusra,
Ne hagyd el ezt a jó szokásodat. Tartsál ki mellette. És az történt ugyanis, hogy fölment akkor a kórusra, fáradtan, ott az volt az érzés, hogy neki le kéne feküdnie, mert másnap akkor hajnalban keltek és folytatták a munkát. Fáradtan fölment a kórusra este, csendben ott eltöltött egy negyed órát, egy fél órát, azt mondta, hogy olyan élményt kapott ebben a csendes imában, ami számára az 50 éves hűséget jelentette az ő szerzetes életében. 50 évvel később mondta el ezt a történetet. Azt gondolom, hogy ez tanulságos ez a történet, a kitartás oldaláról nézve az imádságot. Ha kitartunk az imádság mellett, még akkor is, amikor fáradtak vagyunk, még akkor is, amikor a kényelmesebb lenne most elhagyni az imád, de hogyha kitartunk mellette, akkor Isten nagyon nagy ajándékkal megvigasztal minket, és megajándékoz minket, az ő jelenléte gazdagságát nem lehet felülmúlni. Mindig azt szoktam mondani, hogy semmi és senki ebben a világban Istent nem tudja helyettesíteni. És az imádságon keresztül kapunk nagyon sokszor ilyen megerősítő élményeket a Jóisten részéről. Az én elmúlt 3 évem alatt itt Tamásival többször is megtapasztaltam ezt. Őszintén elmondom, ha nem lettek volna ezek az élmények, akkor én most nem lennék itt. Ha megvan ez a kitartás, és akkor egy picit vigyük tovább a gondolatmenetedet, és tiszta szívünk meggyőződéséből, akár reggel, akár napközben egy olyan szituáció alkalmával, illetve ugye este lefekvéskor esetlegesen hálaadás közben imádkozunk, ez miben segíthet a mai kor embere számára? Akár hogyha a hívők szempontjából közelítjük meg, és ha onnan, hogyha valaki mondjuk materialistán gondolkodású, de mégis a saját elképzelése alapján imádkozik. Azt kell mondanunk, hogy a hívő ember számára egy nagyon fontos támasz, egy nagyon fontos kapaszkodópont. Ahogy az imént mondtam, ennek a szerzetesnek a példáját, egyetlen egy élmény elég volt neki 50 év hűségéhez. Megkérdeztük tőle, hogy atya kérem, és az elmúlt 50 évben hányszor volt ilyen élménye? Mit mondott? Egyszer sem. De az az egy akkor, fiatal szerzetes korában elegendő volt neki 50 évre. Na most az én esetem, az más eset nyilván nem ugyanaz, nincs két ugyanazon eset. A Jóisten nem, hogy kell, sorozatgyártó, hogy egységesen mindegyikünk ugyanolyan eset, nem igaz. Az én esetem például az elmúlt 3 évenben voltak ilyen élményeim, kisebb élmények, mint neki volt, és azt tapasztaltam, hogy ez egy megerősítés volt számomra, egy kapaszkodó volt számomra, Isten részéről egy visszacsatolás volt számomra, hogy légy hűséges, mint halálig, és én neked adom az élet koronáját, olvassuk a Jelenések könyvében. És én azt gondolom, hogy a Jóisten, amit mond, az úgy van. Mindenki mondhat akármit, de amikor a lelkünk mélyén egy ilyen bizonyosság van, akkor, ahogy az előbb mondtam, senki és semmi nem tudja ezt a bizonyosságot felülmúlni. Mert Isten maga a bizonyosságnak a forrása, nem én, és nem a körülöttem lévő világ. Nyilván mindenkinek megvan a maga vágyálma, és én is észreveszem a baráti társaságokban, hogyha imádkoznak egy bizonyos dologért, most mondok neked egy nagyon egyszerű példát, mondjuk valaki szeretne egy piros Ferrarit. Ez a piros Ferrari nem biztos, hogy neki az elkövetkező években ugye összejön, hiába is ez a vágyálma, hiába is imádkozik teljes kitartással és meggyőződéssel. És akkor egy picit úgy veszem észre, hogy kedvét szedi a barátomnak az, hogy imádkozzon. Mi a válasz erre a kereszténységnek? Nem mondtam eddig, de hogy miért is imádkozunk, annak egyik nagyon fontos oka az üdvösségünknek az elnyerése. A Jóisten az imán keresztül formálja, alakítja a mi szívünket, a mi gondolkodásunkat, és a mi életünket, a cselekedeteinket is. Tehát egyszerre az egész személyiségünk, egész énünk van jelen az imádságban, és ő formál bennünket. A végső cél értelmében formál bennünket. Ami a végső célhoz kell, azt ő mind megadja. Ha valakinek, bocsánat, most így mondom, a Ferrari kell a végső célhoz, az üdvösség eléréséhez, akkor azt kell mondanom ezen képlet alapján, hogy a Jóisten meg fogja neki adni. Amennyiben a végső célhoz egy Ferrari nem kell, akkor nem fogja megkapni. És hát azt kell mondanom, hogy az imádságban ne is annyira ezeket a vágyaink kielégítését keressük, hanem Isten magát. Hogy egy másik példával éljek, 17. században vagyunk Franciaországban, Viennai Szent János, vagy másként mondjuk Arcis plébános, észrevette a templomába,
hogy egy öreg bácsi rendszeresen bemegy, és órákat ott ül a padba, csendben. És egyszer oda ment hozzá, és megkérdezte tőle, hogy hát bácsikám, ne haragudj, mit csinál maga itt? Órákon keresztül, már figyelem, több napon keresztül. Azt mondta neki az öreg úr, én nézem őt, ő meg néz engem. Ennyi. Ilyen egyszerű az ima. Mennyivel bír nagyobb erővel, vagy avagy kisebb erővel, innen is megközelíthetjük a dolgot, hogyha valaki hívőként imádkozik, és hisz a magasabb erő létezésében, mintha valaki ateista, materialista gondolkodású, és a saját elképzelése alapján imádkozik valakihez. Hát azt kell mondanom, nem akarok elkeseríteni senkit, de ég és föld a különbség. Ég és föld. Hát nyilván, aki hívő értelemmel fordul Isten felé, az hiszi azt, hogy Isten van, ahogy az előbb már az elején elkezdtem a gondolatot, hogy kell legyen egy másik világ, kell legyen egy másik élet, és ez a másik világ, másik élet az Isten ajándékaként valamilyen értelemben kapcsolatban van velünk. És egy hívő ember ezt a kapcsolatot az imádságon keresztül érzékeli, tapasztalja. És azt kell mondanunk, hogy egy nem hívő ember csak egyszerű, hogy kell mondanom, pillanati érzései, pillanati céljainak megfelelően próbál valamiféle természet fölötti irányt venni az imádsága által, de ha nincs meg mögötte ez a bizonyosság, hogy Isten van, hogy van egy másik világ, másik élet, és ez az egész velem kapcsolatban van, mert az én üdvösségemről, az én halál utáni életemről van szó ebben, nem más, nem kevesebb, Ferrari, meg egy ház, meg egy csodálatos családélet, semmi ahhoz képest, ami az mi üdvösségünket jelenti. Pál Apostol az első korintusi levélben írja, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem fogta, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Itt az üdvösségről, a túlvilági életről van szó. Sokszor előfordul, én is nagyon sok ilyen tanulmányt szoktam olvasni, és ugye a személyes tapasztalatom is ott van, és ne is haragudjanak a nézők és tese, hogy ezt egy kicsit belevonom, hogy azért tényleg az ima hegyeket tud megmozgatni, és akár, mint például az én csodagyógyulásom is erre bizonyíték, hogy igenis, ha, ahogy ugye a Biblia szavaival élve, ha azt mondjuk annak a helynek, hogy menjen oda, akkor oda fog menni. De az elmúlt években a munkásságod során sok ilyen esettel találkoztál, amikor az ima ereje, a rendszeres ima ereje embereknek megváltoztatta az életét? Nem mindig közvetlenül tapasztalom ezt, tehát nem úgy kell elképzelni, vigyázni kell az imádságnál, hogy ne egy anyagelvű tapasztalatot vegyünk belőle. Ugye a tapasztalati világunknak a megtapasztalása az rögtön visszacsatolást jelent. Tehát én, mit tudom én, megfogok egy széket, egy követ, azonnal érzékelem annak a valóságát, mienségét. Az egyik az érdes, a másik az finom, nem tudom, tehát mindent, valamilyen tapasztalatom rögtön van róla. Na most az imádságban ugyancsak van Istenről tapasztalásunk, de a beteljesedés értelmében, amire rákérdezel, hogy ez megváltoztatja, és hogyan változtatja, és kit változtat, az elsődleges az, hogy engem változtat. Nem is mindig a környezetemben élőket, bár én imádkozok a környezetemben élőkért is. És tudok olyan esetet az én esetemben például, amikor a környezetemben élőknél változás ment végbe. De mindig azt mondom, hogy Istennek legyen ezért hála. Vigyázni kell magunk részéről, hogy nehogy elbízzuk magunkat. Nehogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a csodadoktorok, vagy mi vagyunk a megoldásai egy-egy életnek a problémáira nézve. Nem igaz. Isten a megoldás. Az imán keresztül kapunk egy visszacsatolást, egy bizonyosságot, és a következő visszacsatolás, amikor látjuk az életben is, hogy valami megváltozott, valami történt. Először a szívünkben van egy bizonyosság, hogy most itt valami történt, de akkor még nincs külsőben természet adta világban visszacsatolásunk, hanem eltelik pár hét, vagy pár hónap. Nekem például itt is volt egy ilyen esetem, kértek imát tőlem, imádkoztam, gondoltam ezekre a személyekre, és több hét múlva jelentkeztek nálam, hogy képzelj el, mi történt, orvosi csoda szinte, hogy nem találják a daganatot például. Hogy nem találják? Hát ott volt, hát most már nincs ott. Döbbenetes, MR, CT, mindent végignéznek, és nincs ott. Nem tudom miért, nem azért, mert én imádkoztam, hanem a Jóisten akarja ezt, de bizonyosság ott a szívünkben, ha hiszel Istenben, és ha rábízod magad az Istenre, akkor Isten visszacsatolja ezt. És ebben az értelemben nem én vagyok a főszereplő, hanem ő. Vigyázni kell, soha nem szabad elbízni magunkat.
Mindig azt kell mondani, Istennek legyen hála. És legyen is hála. De van még kérdés. Tessék. Atya, így egy picit megfogalmazódott bennem az, hogy mondjuk ha kettő részre mondjuk azt, hogy a közvetlen imádkozást mondjuk magamért, és mondjuk közvetetten azt az imádkozást, hogyha mondjuk érted, vagy az operatőr kollégáért imádkozok, ugyanúgy hat? Elsődlegesen ránk, az imádkozó személyre hat, ez az elsődleges. Az imádság az egy direkt, közvetlen, még hogyha sokszor nem is éljük meg közvetlenül a kapcsolatot, de közvetlen kapcsolat a lélek és Isten között. És az elsősorban én, aki imádkozok, és Istenről van szó. Na most a következő személy, az egy következő állomás, vagy a következő részlet ebbe az egész történetbe, Istennek az ajándéka. Egyébként maga az, hogy imádkozni tudunk, az is már egy ajándék. Mert nem magától érthetődik. És nem egyszerű. Mert vannak akadályai is az imának, meg vannak nehézségei az ima életnek. Van, amikor nehéz napokat élünk át, amikor nem megy az ima, lehetne ezt részletezni. Egy a lényeg, tehát elsődlegesen bennem történik meg az elsődleges változás. És esetleg később, vagy bizonyos idő után tapasztaljuk, vagy érzékeljük, hogyha jó Isten jónak látja, nem biztos, van, amikor soha nem érzékeltem, hogy másoknál is van változás. De ha Jóisten úgy akarja, akkor megmutatja más emberek szívében is azt a változást, amit az én szívemben már létrehozott. Szerintem mindenkinek megvannak a kedvenc imádságai. Mondjuk nekem az üdvözlégy Mária és az Úr az én pásztorom az, ami ott az elsők között szerepel. Nyilván azért a mi atyánknak is igyekszünk helyet szorítani. Melyek azok az imák, amiket amúgy tanácsolsz, javasolsz nekünk, hogy mindenképpen a lapunk során, mondjuk lefekvéskor azért egy pár percet szenteljünk és áldozzunk rá. Tanácsolom, javaslom, ajánlom, ezt itt szoktam is mondani többször is itt a közösségben is, hogy már ismerik ezt a szófordulatomat vagy kifejezésrendszeremet. A mi atyánkat mindenképpen. Miért? Mert a kereszténység legszentebb imája a mi atyánk. Miért? Mert az Úr Jézus maga tanította. Azzal, hogy az Úr Jézus tanította ezt az imádságot, és mi, akik szeretjük az Úr Jézust, nagyra becsüljük, tiszteljük őt, ezért szívesen szót fogadunk neki, és ahogy ő mondja, hogyha imádkoztok, akkor így imádkozzatok, és ekkor jön a mi atyánknak az imája. Gyakorlatilag ebben az imában minden benne van. Az egész emberi sorsunk, életünk, a mindennapi kenyér például, benne van a megbocsátás, benne van a megkísértettségünk, hogy bizony, ameddig még itt a Földön élünk, ameddig még testben, e világban élünk, addig bizony még kitesszük magunkat a különféle megkísértettségi állapotoknak. De benne van az ég és a Föld, egyszerűen minden jelen van, azt kell mondanom, a mi atyánkban töretlenül. Tehát érdemes ezzel kezdeni, én azt mondom, és utána legfeljebb szabad imában folytatni, szabadon megfogalmazni azt, amit adott esetben egy az Úr az én pásztorom, például nagyon szépen a gondviselő Istenre irányítja a figyelmünket, vagy például az angyali üdvözletről legyen szó, Mária köszöntéséről, az üdvözlégy Máriáról, akkor lehet egy következő ilyen imával folytatni. De az első legyen mindig a mi atyánk, mert azt veszem észre, hogy mi itten, hát enyhén szólva finoman elfelejtettük. És igazság szerint a beszélgetésünk végéhez közeledve le is szűrhetjük, hogy tessék imádkozni, fordulunk a nézők vele is, mert abból nagy baj nem lehet. Abból nagy baj nem lehet, és figyeljék meg, tartsanak ki az imádság mellett, és ha kitartanak, akkor Isten mindig, ez biztos vagyok benne, vissza fogja csatolni a hűségünket, amit az imádságban megmutatunk neki. Ez biztos. Múlt hónapban volt egy kulisszatitok, ugye fényderült a nyakatokat díszítő kis pántra. Papi, ruhám. Most is készültem neked egy ilyen merénylettel, ha lehet így fogalmazni. Most pedig az áldozati ostya kerülne Rivalda fénybe. Igen. Miből is készül az áldozati ostya, illetőleg mi az üzenete számunkra? Mindig a vallásokat, ha nézzük, mindig a legegyszerűbb anyagokat próbálták felhasználni a hitüknek a kifejezésére. És hozzáteszem, nem mellékes dolgokat, hát az étel, az ital, a létfenntartáshoz szükséges étkezésnél nagyon fontos a kenyér, ugye? Meg nagyon fontos a bor. Nagyon fontos ilyen szempontból látni azt, hogy amit mi használunk a szentmisénkbe, azt a kis ostyát, gondolom a kedves nézők is ismerik,
az a legegyszerűbb anyagból épül föl. Lisztből és vízből. Összekeverik, és utána kisütik. Ennyi az egész. Ezt nevezzük mi ostyának, és az az ostya úgy lesz életkenyerévé, János evangéliumának 6. fejezetében olvasunk erről, Jézus ugye Kafarnaumba megy, és a zsinagógában ott elmondja, hogy mi is az élet kenyere. Tulajdonképpen a szentmiséről beszél az Úr Jézus, amit majd később megalapít, de már előre ott, a János evangélium 6. fejezetében már tanít bennünket az élet kenyeréről, hogy mit is jelent ez a kis kenyér, vagyis ő a saját testéről már beszél, hogy ő nekünk táplálékunk, lelki-szellemi értelemben pedig teljes támaszunk tud lenni. Hát olyannyira igaz ez, csak egy példát a történelem mondjak, Flüeli Szent Miklós, a svájciak nagy kiemelt szentje, hát ugye amikor az államszövetség megalakult, ő már korábban ő remete életet élt. És egész remete élete során több éven keresztül soha semmilyen ételt nem vett magához, csak az élet kenyerét, az ostyát. Mindig ment a pap, minden nap ment hozzá és megáldoztatta. És ez az ember nem halt meg. Miért? Mert a Jóisten megmutatta annak idején, és ezt nekünk is megmutatja, ha én akarom, akkor ez így van. Egyébként meghalnánk, hogyha belegondolunk, hogy csak ezt a kis kenyeret ennénk meg, de az halál, na bocsánat, semmi más. Ezzel élt a Flüeli Szent Miklós, mondom, Svájc nemzeti szentje, mindnálunk Szent István király, vagy a többi szentjeink, akiket tisztelünk. Ő ottan a Bruder Klausnak is mondják, hogy a németi ugye Klaus, vagy hát hogy Miklós testvér, tehát ők mindenképpen azt látjuk az ő esetében, hogyha a Jóisten akarja, akkor megmutatja, hogy az élet kenyerében micsoda erő van. És van ilyen szentünk még, nem sok, de van néhány szent, akinek ugyanez megtörtént, hogy csak és kizárólag a szentmiséről elhozott ostyával táplálkoztak éveken keresztül, és nem haltak meg, és éltek. És ezzel a Jóisten megmutatja, hogy micsoda erő van benne, mármint amit ő akar, azt végbe visz. Míg a természet megfelelő, mert rendjének és a törvényeit is felülírja adott esetben, hogyha arról van szó, hogy megmutassa a világnak az ő jelenlétét. Ennyi. Egyetlen egy kérdésem maradt még hozzá a beszélgetésünk végén. Itt van ez a gyönyörű sekrestye, ahol most mi is helyet foglalunk. Igen. Szépül. És ugye ott van a korábbi Szent Háromság szobor is, ami tényleg pompás lett. Milyen tervek vannak még a felújítások tekintetében? Fú, nagyon sok terve. Van időm nyugodtan egyetlenül. Egy A4-es lap, teleírtam 50 dologgal, ha jól emlékszem, 40 valahogy, de 50 dologgal. Tehát részleteiben most nem mennék bele, nagyon sok. Jelenleg ezt szeretném most befejezni, vagyis szívem vágya, hogy végre itten egy használható sekrestyén legyen, mert az előző az nem volt használható. Most muszáj volt, már eldöntöttem, meg vizes blokkunk is itt van, tehát itt nagyon kulturáltan, normálisan elő tudunk készülni arra a liturgiára, amiről az imént beszéltünk, az élet kenyerére, annak ünneplésére. Tehát méltó körülmények között itt mindent el tudunk helyezni, és innen tudunk menni és ünnepelni a templomunkba az Úr Jézus jelenlétét a Szent Misében. Ez egy nagyon fontos, ezen kívül szeretnénk a templomutvat rendezni, szeretnénk a közösségi épületünk felé is valami tervet kidolgozni, hogy mit csináljunk vele. Szeretnénk a templom belső, templom külsőt is rendezni. Tehát következő évek, az körülbelül 12 év, ameddig én itt leszek, addig tesszük, vesszük ezeket a dolgokat, tehát rendezzük itt a sorainkat, hogy tényleg szép környezetünk legyen, mert én azt gondolom, hogy ami bennünk szép a szívünkben, az kívül is szép kell legyen. Ha belül nincs szép, akkor kívül sincs szép. Gondolkozzanak egy kicsit el ezen. És legyenek is célok, feladatok. Az addig van. Jó? Az van. Dömping. Köszönöm szépen. Atya, mi is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy újfent a rendelkezésünkre álltál. És akkor annyit azért áruljunk el egy kis kulisszatitkot a kedves nézőinknek, hogy szeptember végén pedig a megbocsátásé lesz majd a főszerep, és ezt a témát fogjuk majd boncolgatni. Mátyás Imre plébános úrral beszélgettem, akinek még egyszer köszönjük, hogy itt volt velünk. Önök addig is nagyon vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.